Sziasztok, ez itt újfent a DVD Rótturvat. Ezúttal, amit ahogy láthatjátok, két pakkot tudtuk be nektek, méghozzá az egyik leghíresebb trilógiából, minden idők filmes repertoárjából, a Gyűrűk a trilógiából. Az egyiket már láthattátok, ugye, csak nem HD-ben, az alsó, ugye a 4 DVD-s 2002-2003-4-es kiadások, illetve 2008-9-es, eredetileg legalábbis Magyarországon tavaly adták azt hiszem ki, de eredetileg 2008-as kiadású Ultimate, azaz limitált példányokat mutatom be nektek mindjárt egyenként. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a bemutatóhoz. Na, itt van első alanyunk, a Gyűrűkről Gyűrű szerint csak a bővített 4 DVD-s extra változat, és az igazán szép kialakítást mutathat magán. Ez a zöld árnyalat, ez egy ilyen régies hatást kelt, gyakorlatilag ilyen igazán szép dombornyomot, meg nem tudom, milyen díszítések vannak rajta. Hátul pedig itt van a Mória kapujai, amit ismerhetünk az első részből. Ez egy használt példánye továbbra is, mert sajnos máshogy nem lehet itt megvenni őket. Talán látjátok a elég erős, hát azt hiszem ez karton, de ennek egy erősebb fajta, mint a megszokott DVD kiadásoknál. Itt pedig látható maga a kiadvány, hátul egy szintén Móriai jelenet, tárulhat szemünk elé, akkor bevennek őseink a szövetség ilyen a tárnákból. Elő pedig egy jel, amik általában tünde jelek, ha jól vettem ki. És akkor igen, szétnyitjuk, akkor ezt mindjárt máshogy fogom nektek mutatni, akkor ilyen lesz a kiadás. Jobb oldalt egy függelékrész, bal oldalt egy bővített extra változat rész, itt vannak a filmek. Itt van a film második DVD-je, film első DVD-je, így tudták elérni azt, hogy előbb minőséget kapja, hogy főleg ilyen hosszú film, hát 3 óra, 15 perc, 20 perc van, és tudom, valahogy így van a játékidő. És emellé kaptunk még egy szintén a régies időket idéző papíruszt, ahol megtudhatjuk azt, hogy mi található a filmben pluszban, tehát a filmes DVD-kon, ebben a bővített extra változatban, és mi található függelékekben, melyeket mindjárt szintén megmutatom nektek, amelyek gyakorlatilag az így készült videók. Itt láthatjuk külön jelenet választást, tehát a különböző elemeket, epizódokat, amelyeket a főmenüből kiválaszthatunk. És találtunk egy ilyen családfaszerű eligazítást is a különböző lehetőségekről, ami a DVD már a 4 DVD-re ránk pontosabban, és ez nem kevés, tehát nézzétek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldal, ha jól számoltam. Ez nem kevés, 6, bocsánat, 6 oldal. Szóval ez nem egy kevés dolog. Hát ugye az extrák ilyen 5-6-7 óra plusz érdekes élményt nyújtanak. A film pedig ugye egy 30 perccel lett hosszabb a mozis verziónál. Ez volt az egyik talán első ilyen hosszú kiadott bővítés, amelyiként teljesen hozzásinyult a filmhez. Úgyhogy tökéletes volt szerintem. Na de nézzük a másik oldalt, függeléket. Itt vannak pedig a bővített, bocsánat, az így készült elemek. Van egy első rész, amely könyvtől a vízióig, tehát az a filmig és az elképzelésekig látható dokumentumfilmeket tárja elénk. Tehát ezek mutatják be azt, hogy a könyvből hogyan alkották meg a forgatókönyvről és a rendező filmet, mikor voltak az előkészületek. Illetve találtunk Tolkienről egy nagyon érdekes dokumentumfilmet, amelyről megismerhetjük az ő szakmai irodalmi hátterét, nyelvész hátterét, nyelvész professzorról beszélünk. És ezen kívül azt is megláthatjuk, hogy mi volt a Gyűrűk ura, és előtte még a Hobbit, és a Szilmarilok megalkotása mögött, gyakorlatilag a közepköde kialakulása mögött. És hogy miért alkotta meg Tolkien, mik a helyszínek, amelyek inspirálták
mik azok a első második világháborús események, amelyek esetleg hathattak rá, bár ő utálta a na, akartam itt elmondani, illagó, na, és itt nem jut eszembe a név, illagóri, nem, na, nem, most hittem, bocsánat, nem jut eszembe, de tehát ő utálta azt, ami egy huzamban behelyettesíthető dolog lenne, ő ezt nem akart elérni a könyvvel, ő csak egy jó történetet, egy mesét akart elérni, amely hősies, epikus és reflektál a mi virágunkra, ma is a hatalomészségre, és hát ugye a középkorra a kialakítást tekintve, a vizualitást tekintve, de egyébként a tartalmát, történetét tekintve pedig inkább a hatalomvágy, a különböző és ennek különböző negatív és pozitív elemeit, az összefogás, mint pozitív, illetve a barátságok, hősiesség, stb. Lehetne sorolni az arab dolgokat, ugye. És hát a negatív eseményeit is a hatalomvágynak, ugye. Amelyet ugye Golamon át, az ellenségen át, az iparosodást, és egyébként mutatja ez a dokumentumfilm, amiről előbb meséltem, tehát az iparosodást az orkok hadán, vagy mint egy gépezet mennek előre. Ő utálta a tankokat, illetve a gépesedést, a városiasodást, iparosodást, és ez is benne van ebben a dokumentumfilmben. Szóval látni fogjátok, hogy az első második világháború elemei is benne vannak. Na, ez igazán érdekes, a második pedig, amely próbálom nektek megmutatni, hogy opa. Tehát itt van, a víziótól a valóságig. Tehát amikor már megvalósult a film, gyakorlatilag a filmben látható jeleneteket pedzegeti egyenként is a stáb, főleg rendező forgatókönyvíró, és a különböző stábtagok, nem csak a színészekről van szó, egyrészt a színészekről, igen, de ezen kívül a hangmérnökök, a zeneszerző, aki ugye Howard Shirknek már van, vagy három oszkárja talán, ha jól emlékszem, illetve a hang, tehát az audio stáb, a hanggal foglalkozó stábot láthatjuk. Láthatjuk a forgatókönyvírás nehézségeit, a magát a forgatást és annak megvalósítását, láthatjuk, hogy hogyan szerezték meg a színészeket, kiket, miért őket, stb. Láthatjuk azt is, hogy hirtelen akartam, igen, a Veta Digitál, tehát aki azóta, 10-11 óta a leghíresebb, ezt bátran lehet állítani, a leghíresebb és legjobb effekt cég lett, tehát a Veta Digitálról láthatunk egy hosszú, 30 perces dokumentumfilmet, hogy miért őket választotta Jackson, mióta van velük gyakorlatilag szinte már közeli barátságban, ismerettségben, miért tudták úgymond felerősíteni őket, és hogy hogyan sikerült ez, a filmeket hogyan sikerült egyébként megalkotni, hogy hogyan lett három film az egyből, aztán a kettőből, és mégis három filmet csináltak. Láthatjuk a maszkokat is, a maszk részlege is, akkor a jelmező részleget is. Láthatjuk, tehát gyakorlatilag ez egy részletes bemutatója annak, hogy a film konkrétan hogyan készült el, és mik voltak a különböző trükkök, azt is láthatjuk, nagyon érdekes, apróbb ősítők óta használt, azaz mondjuk 80-50-70 éve használt filmes trükköket is, illetve legújabb, legalábbis az akkori 10 éve látható legújabb digitális, vizuális, audio, egyéb trükkökkel, illetve főleg kamerabeli operatőri trükkökkel is találkozhatunk. Egyébként az operatőri munka is legyen a filmben valamiest. Úgyhogy, vagy ebben a dokumentumfilmekben. Mind a két DVD-n láthatunk bevezetőt, az egyiken Peter Jackson köszönt minket, a másikon ezen pedig azt mondom, Elijah Wood, ilyenki próbót játszom. Na, hát ennyi lenne, amit az első részben akartam nektek mondani, és mindjárt következik a két torony is. És itt lészen a két torony bővített extra változata, szintén egy DVD-vel, de most már vörösödtünk, hisz a háború elkezdődött, és eljöttem, hogy a szereplők is említik a filmben, a hátulján pedig egy talán rohamból származó szimbólumot láttunk ezúttal. No, de nézzük azt, hogy mi vár ránk bent. Nem más, mint egy jó kis fangor nevűvel jelenet, ugye, amikor hőseink valakit meglátnak, hogy olvas valakit ér vissza, akire nem számítanának. No, hát ennyit mondok el, de hát valószínűleg
most itt mindenki tudja, aki ezt a videót nézi. Itt pedig szinte egy rohan jelenet láthatunk, azt hiszem. Egy szimbólumot. No, nézzük a hasonló érdekes kialakítást. Bal oldalt megint láthatjuk a bővített textra ezeket. Ezúttal is egyébként a csodálatos Alan Lee rajzai láttuk, akik John Howe-val meg annyi középpölő témájú regénynek az illusztrációját megalkották, és őket vették fel, hogy a filmhez. Ezt is láthatjuk egyébként a mindegyik a konkrét filmmel foglalkozó függelékes DVD-n, hogy ők hogyan kerültek be majd az adott részleten, hogyan, miért így, miért úgy dolgoztak, stb. No, hát ők rajzolták, hogy gyakorlatilag a háttereket, a különböző épületek, tárgyak kinézetét, amelyek később vagy fizikálisan is megalkottak, vagy digitálisan, stb. No, itt láthatjátok is Edoras épületeit, így a Roland fővárosát, aztán a fekete kaput, ez a DVD-n és a DVD mögött is látszódnak. Itt is van egy ilyen pak, amely ezúttal is szintén rohani elemekkel, lóakkal, különböző pajzs címerekkel, koronával és magáltalán Théodennel, bár ugye ez nem hasonlít teljesen a filmbelire, legnagyobb megláthatjátok a jelenetválasztást. Egyébként itt hány perccel is folytatódik, 42 perccel, igen, jól emlékeztem, 42 perccel hosszabb a bővített film, itt szerint itt rejletben a legnagyobb erős, a legnagyobb lehetőség, amelyeket a készítők föl kellett javítani ezzel a filmet, mert kicsit elég ilyen most a középgyermek érzése volt ennek a filmnek a három részből, és ezzel talán ennél a résznél javítottak a legtöbbet a bővítések, tehát ezt a részt csak így szabad megnézni, ez az én véleményem. No, és 2,5 órás, vagy 3,5 órás a film, úgyhogy szintén nem egy rövid filmről beszélhetünk, hát ugye alapjánlatban 1 perc volt kb. Hosszabb az alapverzió az elsőnél, és ugye még ehhez hozzáadódott 12 plusz perc ahhoz képest bővítésekhez is. Na nézzük a függelékeket. Itt látható fongon, de jól látom, igen. Érdekes egyébként a két torony angol, legalábbis külsőleg. Tehát itt angol feliratok vannak, de belsőleg ugyanúgy, ez nem tudom miért van, ugyanúgy választhatunk a nyelvek között. Ez itten az utazás folytatódó címet kapta. Így gyakorlatilag megismerhetjük azt, hogy mik vártak a készítőkre az első rész nagy sikere után, ugye 4 Oscart nyert, akkor majdnem, vagy nem is majdnem 800 millió fölött hozott, amely akkor nagyon nagy pénz volt, ma ez már 1 milliárd fölött lenne bőszen, és ugye 3D nélkül, és 3D felár nélkül. És hogy ez milyen tereket rólt rájuk, miért nehéz megalkotni ezt a részt, ami aztán tényleg talán legnehezebb volt megalkotni a három közül. A rendező szerint itt is egyébként azt hiszem ő köszönt minket, ha jól emlékszem, elég jobban láttam, és de most egyébként meg újra fogom nézni hamarost az extrákat, az egyből már megnéztem a szövetségbe. Még az Ultimate, az a limitáltat is megnéztem, érdekes, nem, de arról is mesélek. Na, tehát itt leginkább erről van szó, hogy hogyan alkották meg ezt azt a lehetőséget egyáltalán, hogy ebből is film készüljön a második részben, és hogy milyen nehézségek vártak rájuk. Tehát ami miatt még nehezebb volt ezt megalkodni, ugye jön a háború, egy jó kis nagy harc, amely kicsit ilyen egőcsillagos hatást kelt. Ugye előjött sok más dolog is, amely van a másik témén van, ezt mondom mindjárt. Tehát itt lenkább ez, itt is van egy dokumentumfilm Tolkiennel kapcsolatban. Talán nem olyan érdekes, mint az első és a harmadik rész ilyen dokumentumfilmje, de ez igazán egyedi ez is. Szóval itt leginkább ezt láthatjátok, itt is inkább az előkészületek vannak úgymond soron. Leginkább. A második DVD, amely a háború elkezdődött, a középpöldéért vívott háború elkezdődött címet viseli. Itt ugye, ha jól látom, ugye Hermsrudokat láthatjuk, hogy ezt a kővárat erődítményt, amely nagy szerepet kap a filmben. Ebben a lemezen pedig nagy szerepet kap megint a Weta Digital, főleg azért, mert most bekapcsolódott egy új szoftver is a
A filmhez, ami már részben az első rész elején is volt, de akkor még nem volt teljes erejével látható. Ugye ez a Massive szoftver, erről láttunk egy érdekességet, amelyben több tíz akár vagy néhány százezer fős sereget is tudtak modellezni, úgyhogy éltek a karakterek, mozogtak, azt csináltak, amit kértek tőlük, és nem fiktív, de valósnak tűnő és ható csatát tudtak egymással megoldani ezek az CGI karakterek. Ezen kívül láthatjuk azt, hogy milyen újabb nehézségekkel nézhet szembe a jelmez részleg, ugye itt most rohant is be kellett vezetni, és a többi azt is láthatjuk egyébként, konkrétan a rohan világát hogyan alkották meg, miért így, milyen hatásokkal volt ezt a más időkonyatopével, láthatjuk, hogy az Anglo-Saxonnak, ugye ezek a szászok, meg a különböző skandináv népek, vikingek hatással voltak rá, illetve például hatással volt rá az Agincourt-i csata, jól emlékszem, vagy melyik, most hirtelen módosan már nem is tudom, Tolkienre, amiért így alkotta meg a rohaniakat, és ilyen lovas népek mutatta be őket, így akarta azt az Agincourt-i vereséget úgymond ellensúlyozni, és nagyon angol száz vikinges hatásuk van ennek a népnek. No, és itt ezen a másik DVD-n még láthatjátok ugyanúgy a zenei, az audio részleg, a forgatókönyvírója, a rendezési, a forgatás, az operatőr és sorolat. Nem a megszokott, mondhatnám, nagy változásra nem számítsatok. No, hát ezek után viszont attól még ugyanúgy egy érdekesség. Ez a kiadás egy hatalmas csoda, valamilyen szinten. Hát nem hiába kapta meg egyébként meg mind a három, azt hiszem, az év legjobb DVD-je címet, talán az évtizedék is később. Mert ezek a kiadások nagyon szépek. Kicsit ilyen könyves hatásuk van, ezt talán láttátok, és ez direkt is van így. Itt is van 6-7 órányi extra vár rátok, mint az első rész esetén. No, akkor most következik a harmadik rész bemutatója. Hát itt van a harmadik rész bemutatója is, akkor ugye ez kékben millózik, mint láthatjátok. Ez egy érdekes párosítás, de meg lehet vele barátkozni, elsőre furcsa lehet. Hátul pedig nem más, mint Gondor fája teszi tiszteletét előttetek. Hát ez ugye érthető, hogy miért ez van itt hátul. Ki látta akár a sima filmet is. Ez van meg a legjobb állapotban szerencsére, pont a legjobb részje, amely 1,1 milliárdot hozott 2003-ban és 4 elején. A nagyban már ilyen 1,56 lenne átszámítva, vagy még több, 3D nélkül megint természetesen. És 11 Oscar díjat szerzett, amely azóta se ismétlődött meg. Csak a Ben Hur és a Titanic tudta, hogy ezt megtenni régen, viszont azt még ők sem, hogy 11-ből 11-et behúzzanak. Ez egy egyedüli eset ennél a filmnél. Tehát 11 jelölésből 11-et nyertek ilyen. No, ugyanúgy látható, hogy elég jó a karton rész. Hátul pedig szürkerévet láthatjuk, ez a filmes végén elég fontos esemény helyszíne. Tudjátok miért, aki látta a filmet. Erről pedig azt hiszem ez is egy ilyen tünde szürkeréves motívum lehet, tehát nem éppen gondori a stílusa. Talán az est hajnal csillag van rajta, amely ugye Arwen Tündenell volt angolosan és magyarosan is, úgymond. Egy másik neve. Hát ugye sok nyelv van ebben a kis szériában. Itt láthatjátok a bővített extra változatot megint. Ugye, ez a rész is két DVD-vel köszön titeket. Láthatok egy szegényes kis Nazgult, akit nem kedvelnek a hőhőseink, nem is csoda. Sőjönnek tőlük mindenki. Itt pedig láthatjátok a mordori jegyeket, illetve, ha jól látom, a Szirritungolt és a Hágót, amely szintén fontos szerepet kap a film során. Újra van egy régiesnek tűnő és ható kis pergamenszerű mutatóanyag, amely mondja mást most, mint gondori elemeket tartalmaz, a Gondor fehér fáját, illetve Denethor termét, amely nagyon nagyszerű lett, ahogy megalkották ugye a filmben. Ez a rész adta hozzá a legtöbbet, nem kell sem, mint 50 percet ez a részhez, tehát a sorozatban ez a leghosszabb amúgy is, de így aztán 4 órás filmé nőtte ki magát, amely elég ritka szerintem a filmtörténelemben, hogy 4 órás filmeket láthassunk. De itt ez meg is éri, kivéve az utolsó 20-30 perc egy kicsit nehézkes.
És mondhatod, de hát egy egész hatalmas, 12 órás, majd 12 órás trilógiát kellett szállni. És a könyv is így volt, tehát... Sőt, még bőve volt, ugye hát itt kihagyták még a Mennyemek tisztítását, ennél többet nem mondok. Vagy ma végül is mondhatok, mert a filmben nem volt benne, tehát a Saruman megtámadja a megyét, és ezt kihagyták a filmből. Azután támadja meg már, mikor hazaértek hőseink. A főhőseink. No, hát itt is láthatok egy családpaszerű bemutatót az extrákról, nagyon érdekes. Igen. Akkor most nézzétek a függelékeket. Függelékek. Egy gyűrűháború címmel. Az ötödik rész, ugye ezt úgy nézik, hogy ja, a 2-2-2 van ugye részek, és az ugye már az ötödik. Itt megtudhatjuk azt, hogy itt aztán milyen nagy nehézségek voltak ennél a filmnél, hogy ezt hogyan készültek fel a megalkotására, hogyan írták a forgatókönyvet, hogyan simították össze a könyvek fejezeteit kronológiai sorrendben egymás mellé is, mert a párhuzamosan is így haladnak itt is az események, ahogy a két toronynál. És a könyvben meg nem így van, a könyvben úgy van, hogy tehát egy-egy fejezeten belül két torony királyzat, és a többi kis könyvek vannak, akkor hozhatok így, bár ott könyvenként hívják, könyv 2, könyv 3, fejezet, azon belül fejezet ez, az, amaz, és mondjuk egy-két ilyen kis könyv szólt egy vonalon, egy vonalról. Mondjuk a gondori háború eseményei, a felkészülés, stb. A másik van a fölöljék. Most csak mondtam így egy példát, de így is van részben. És itt ezt össze tudták hozni úgy, hogy ne úgy legyen, hogy egyszer látjuk ezt, aztán visszamegyünk az időben, és látjuk az elejétől azt a másik szálat. Hanem itt szépen egymás felé rakták, ezt megmutatják, hogyan oldották meg. Újra van egy Tolkienről szóló dokumentumfilm, amely nem csak Tolkienről is szól, hanem a főleg a másik, harmadik rész mismásolásairól, például a félrevezethetőségről, hogyan vezette félre palantírok segítségével véletlenül vagy akarva egy-egy személy a másikat. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek ma is, vagy akár az első-második világháború idején, kém szervezeteknél akárhol előfordultak. Ugye? Ezzel akartak mondjuk előnyt szerezni, és a többi. Ugyanígy láthatjuk azt, hogy Tolkiennek van egy EU-katasztrófa nevű jelzője, amit pedig ő is talált ki. Ez a katasztrófa jelentetje, na majd erről is láthattok a Vodokumentum filmbe. Ezen kívül ugye megláthatjátok, hogy hogyan sikerült megírni a forgatókönyvet egységesíteni, kevés dolgot kiadni, ha lehet, hogyan készültek fel a forgatás nehézségére, amikor is ugye nagy tereket, nagy embermennyiséget kellett leforgatni. Ugyanúgy láthatjátok azt is, hogy ha jól emlékszem, hogy a siker után milyen teher volt rajtuk, ugye már két rész után még nagyobb figyelem és fegyelem kellett a készítőktől. Ez a talán legepikusabb és legjobb része szerintük is a három résznek, ezért még jobban oda kellett figyelni a dolgokra. Na hát röviden ennyi lenne. A második pedig nem más, mint egy Véget ér egy korszak című, ha jól látom. Itt fekete kapuk kinyílik, ezen pedig a hegyek láthatók, Mordorban. Méghozzá nem is egy bizonyos kis hegy, hanem egy híres vulkán a közelben. No, a másik DVD-n megláthatjuk azt, hogy hogyan sikerült ezt a nagy munkát megalkotniuk a digitális csapatnak, amely ezeknek a 100-200-as csapatoknak kellett, hogyan sikerült a bonyolultságot megalkotni, hogyan sikerült azt a területet megalkotni, amit nem tudtak valójában meglelni, mert annyira speciális volt. Ez gyakorlatilag a Gondor és Mordor közötti terület és környék, amelyet több különböző valós elemből, területből, hegyből, egyvonulatból, rétből, mezőből raktak össze kivételesen. Így is valósak végül is, csak hát nem ebben az összformában, egységes környezetben. Ezen kívül láthatjátok azt, hogy a színészeknek milyen új feladataik voltak, például a Pipin és Trufát alakít a színészeknek, itt ugye a karaktereik is kicsit más szerepkört kapnak már, hűségesebbek lesznek, stb. Láthatjátok azt, hogy hogyan sikerült
úgy összehozni, hogy ugye a mennyel megtisztítása és egyébek kimaradtak, de azért mégis egy teljes képet adjon a film. Azt is láthatjátok, hogy a sikereket, hogy élték meg a készítők, illetve a rajongók, stb. Ugye 11 Oscar, nagy hatalmas bevétel, stb. És azóta is mindenhol jól értékelik, tehát a kritikusok is, a nézők is, stb. Láthatjátok ugyanúgy elmez részleg nehézségeit, az audio, tehát a hang és a zene részleg nehézségeit, könnyűségeit, a Veta Digitált, azt ugye gyakorlatilag már említettem ezekkel a részletekkel. Láthatjátok ugyanúgy a maszkmesterek munkáit. Jaj, és nem említettem, az összes filmnél nagyon fontosak a makett részleg munkái. Azokra nagyon sok videót láthatunk mind a három résznél. Hát itt vannak a legnagyobb makettek. Itt már nem miniatűrökről beszélhetünk, hanem speciális maxiatűröknek hívták magyarul és angolul is valamelyest. Készítők, mert például a Minas Tirithnek a makettje az iszonyat nagy, egy egész hangán majdnem félige vetelített. Ugyanúgy láthatjátok az operatőri forgatási munkálatokat, és a forgatási helyszíneket az mindegyik DVD-n rajta van, ezt nem mondtam nektek. Ezek is csodaszépek. Egyenként térképen is megmutatva előtte, aztán pedig ugye az operatőr munkájával, ez a csodálatos tájokat. Ezekből van egy speciális film, ezen az egy DVD-n. Cameron, most hirtelen jut eszembe, milyen Cameron, egy feltörekvő ifjú, és elég tehetséges filmes volt, kirendezni forgatókönyvet írni szeretett volna, és megrendezhette szerencsére a kis filmét is, egy hosszabb 10-20-30 perces nagyobb filmét is. Sajnos viszont már élete végén, ugyanis ő rákos volt, és sajnos a premiért már nem élhette meg a harmadik résznek, de talán egy nyers formáját láthatta előtte. Hát ez ő eléggé szívszorító történetét is láthatjuk, és a filmjeit is. Emléke így tényleg mindenkiben meg benne élhet ezáltal, úgyhogy nagyon rendes volt a stáb, és főleg Peter Jackson, hogy így tett. Láthatjuk egyébként azt is, hogy a bővített jelenetek milyen nehézségekkel, újdonságokkal szolgáltak, hogyan alkották meg őket, az a többi DVD-nél is van, és hogy kamahozott ugye a stáb nagy része ebben a részben, mint Kalúz, az egyik bővített kalózos hajós jelenetben. Peter Jackson a többi filmben is volt, és az szinte az összes filmjében jelen volt, egy cameo elejéig, és ebben is, és ezt is bemutatják. Bemutatják azt is, hogy a kardokat, egyébként hogyan készítették, ez is az összes DVD-n rajta van, különböző fegyverzetek, páncélzatok, ruhák, pajzsok, stb. Készítése, katapult hangok is, egy-két ilyen katapult másolatot, és illetve trebusé, ez nem is tudom, a kőhajító, vagy hogyan lehet azt magyarul fordítani. Készítését is bemutatták, megcsinálták kicsiben nagyban, és még kicsiben is elég erőset lőtt radírt például. De tényleg. Hát igazából ennyi lenne. Ez az extra lemez, gyakorlatilag ilyen 7 órányi extrát adtam, az kicsit több, mint az előzőek. És nagyon-nagyon érdekes szerintem. Ezt mindenképp ajánlom ezt a részt is nektek. Hát ennyi lett volna, amit így akkor erről a három filmről akartam mutatni. Nagyon tetszett nektek. És most mindjárt fogjátok látni a következő új videóban majd a limitált változat egyes példányait egyenként bemutatva. Addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!